Szevasztok, Imi vagyok, ez itt a Game Day iroda, portál villám mini kritikája. Azért a roham tempó, mert a portál egy egyrészt nagyon rövid, másrészt inkább majd a portál 2 kapcsán fogunk visszafelé spoilerezni, azaz a portál egy történetével is foglalkozni. A portál a Valve FPS puzzle meg nem is, ugyanis volt egy kis kedves egyetemista csapat, aki 2005-re összehoztak egy ingyenes indie játékot, Nerbacular Drop címmel, ami aztán úgy megtetszett Gabe Newellnek, a Valve Istenkirály király atya császárának, hogy meg is vette őket kilóra. Az eredeti királylányos sztorit kidobták, és az egészet egy jó kis spin-offként beültették a Half-Life univerzumba. A játék alapja a portál lövő fegyver és annak mindenféle változatos alkalmazása. Aki nem ismerni, annak itt van egy kis magyarázat. Ha nagyon leegyszerűsítem, a portálok olyanok, mint az ajtók. Itt vagyok én. Ez itt vegyszer. Át kell jutnom ide. Hm. Megpróbálok átugrani. Hm. Nem próbálok meg átugrani. Jé, van a kezemben egy portolgán. Teszek ide egy portált. Lövök, oda egy portált, átmegyek. Ez a játékmenet van megfűszerezve kockákkal, kapcsolókkal, mozgó platformokkal, energiagömbökkel, ellenfelekkel, kinyíló becsukódó ajtókkal és csak sorolhatnám. Ezt részletesen Gergő bemutatja nektek a videójában. Ami változott a régi indi játék mechanikájához képest, az az, hogy abban át lehetett lőni a portálon egy másik portált, ami azért elég kemény lehetőségeket adna, itt viszont nem lehet. De abban meg nem lehetett ugrani a karaktereddel, itt viszont lehet, ami szintén elég jó puzzle variációkat ad. Csill. Vagyunk egy női tesztalany, aki az Aperture Science cég portálpuskáját teszteli. Szép sorban járjuk a testszobákat, erről szól a játék. Ahogy Gergő mondta, az egész egy nagy tutorial. Megtanít a portál gondolkodásra. De ha megnézzük, hogy hol vagyunk egy tesztlaborban, és kik vagyunk a tesztelők, akkor látható, hogy ez egy nagyon okos fogás, mivel két legyet ütöttek egy csapásra. Úgy tanulunk meg játszani, hogy közben azt játsszuk, hogy megtanulunk játszani. A portált nem azért szeretjük, mert olyat hozott, amit eddig semmi más, de azért is, hanem a körítés miatt. Az utasításokat egy mesterséges intelligenciától Gladostól kapjuk valami elképesztően zseniális fekete humor kíséretében. Glados maga a megtestesült nagyvállalati környezet. Teljesen steril szabványpanelekben beszél. A leghülyébbek számára is megérthető tól az arcunkba. Olyan corporate tolkot használ, amiről, hogyha mondjuk egy élő ember mondaná, úgy is tudnád, hogy betanult kamumaszlag, és jól hangzik, de semmi értelme. Rettentően áll kedves, És indokolatlanul minden helyzetben motivál, természetesen egy nevetségesen Szánalmas dologgal, egy tortával. Kockáztasd az életed az összes tesztpályán, és a végén kapsz egy tortát. Mi van? Tulajdonképpen Glados a leges legrosszabb emelemes főnök, akit valaha láttam. Ellen McLean amerikai operaénekes adja a hangját Gladosnak, egyébként ő a bemondó a Team Fortress 2-ben is, ha nem tűnt volna föl, és valami hihetetlen életet visz a karakterbe, már ha lehet életről beszélni egy robot esetében. Egyértelműen ő a játék legnagyobb erőssége. A portál egy tehát eredeti, nagyon vicces, ám rövid, és még érződik rajta, hogy egy moddolt Half-Life 2, elég, hogyha mondjuk csak a főmenüre gondolunk. Jellemzőbbek benne a kis területű és az egyszerű grafikai megoldású pályák, de a játék mindezekkel együtt is nagyon szórakoztató. Bővebben a portál egy sztoriáról is arról, hogy hova lehet ezt az egészet még fokozni, majd a portál 2 kapcsán beszélünk. Én Imi voltam, szevasztok!